Háromszor kapott ki egymás után, ráadásul kétszer hazai pályán az Alba, ez pedig komoly hullámvölgy, azok után, hogy dobogós pozícióban állt előzőleg a csapat. A rutinos csapatkapitány is azt mondja, nem volt benne a korábbiak alapján a kalapban, hogy a ZTE, a Szeged és a Körmend is megveri az Albát. Semmi jel nem mutat arra, hogy most egy ilyen hullámvölgy jön a csapatnak az életébe. Igazából mind a három mérkőzés nyerhető lett volna, tehát nem az volt, hogy megaláztak minket, vagy esélyünk sem volt, hanem valahogy mindig a végjátékba buktuk el a mérkőzéseket. Kivéve a Szegedet, igen, hogyha jobban belegondolkodtuk, ez a más, a harmadik negyedbe eldőtt a mérkőzés után, ott futottunk az eredmény után. Meg kell találnunk az okát, hogy mi ez a kis hullámvölgy. Beszélgettünk róla, átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy remélem, hogy most pénteken ki tudunk jönni ebből a gödörből. Nyilván megyünk Kecskemétre, nem a legjobb kor, ugye pont most nyertek Szolnokon, ott mindig nagyon nehéz játszani, de nekünk tényleg egyetlen kiút van ebből a kis hullámegyből az, hogy elkezdünk most győzni. A javításhoz mindenkire szükség lesz, Vojvoda szerint pályán és azon kívül is mindent megtesznek, hogy kikecmeregjenek a gödörből. Edzéseken is azon vagyunk, hogy minél jobbak legyünk, minél jobban összeszokjunk. A csapatnak a kémiájában szerintem abszolút nincsen gond, az öltözőben ugyanúgy jó a hangulat, tehát tényleg egy jó társaság jött össze. Valahogy most az önbizalom, illetve lehet, hogy kicsit a kémia is úgy a pályán szétesett, ezt vissza kell hoznunk, és akkor újra azon az úton lehetünk, ahol voltunk. Látszik is egy-két játékosan, hogy nem úgy játszik, ahogy a szezonnak az első felében. Nyilván itt a légiósokra helyezték ki nagyobb hangsúlyt, hogy esetleg nem úgy játszanak. Ebben lehet, hogy mi is játékosok felelősök vagyunk, hogy esetleg nincsen annyi labdájuk, nincsen annyi helyzetük, mint volt. Tényleg beszélgettünk erről, hogy tudjuk őket segíteni, hogy tudnak újra formába lendülni. Úgyhogy tényleg azon leszünk, hogy újra igazi csapatként nézzünk ki, ami a szezon első felében ez jellemző volt ránk. Pénteken sem lesz könnyű dolguk a javítani vágyó fehérváriaknak, hiszen a bajnokság legrutinosabb, legutóbb éppen a Szolnokot legyőző csapatához, a Kecskeméthez látogatnak. Nekünk az elmúlt egy-két évben viszonylag jól ment a Kecső ellen szerintem, hogyha úgy jól emlékszem, most pontosan, de ha jól emlékszem, pozitív a mérlegünk ellenük, de hát hazai pályán veszélyesek, tényleg fel kell készülnünk, főleg fejben, hogy készen legyünk a mérkőzésre, nehéz lesz, biztos, hogy vért fogunk izzadni, de én nem látok más kitot, mint az, hogy pénteken győzzünk. A Kecskemét után jövő héten a Honvéd ellen is idegenben játszik az Arkonig Alba Fehérvár, amely jelenleg 5. helyen áll a bajnokságban.